Talán már a legoptimistábbak sem mondhatják azt, hogy nem veszik észre, hogy merre fejlődnek az események, és ennek egy újabb példáját láthatjuk, amikor is nyolc védelmi, illetve légi cég különböző szankciókkal sújtottak Amerikában, ezek ugye orosz cégek, és annyi magyarázatot adtak nekik, hogy ezek amerikai biztonsági érdekeket sértenek ezek a cégek, a működésükkel. A problémát az okozza, hogy van bizonyos nemzetközi szerződések tiltják a fegyverkereskedelmet irána, észak illetve Szíriával, és ezek a cégek állítólag ezt, ezeket a megállapodásokat sértették. Az orosz külügyminisztérium ugye azt mondja, hogy ez nem fog különösebb problémát okozni, csak zűrzavart, illetve egy csalódást olyan értelemben, hogy semmiféle konkrét magyarázat, magyarázatot nem adott az amerikai kormány. És természetesen ők ezt úgy fogják fel Oroszországban, hogy ennek az a célja, hogy az orosz-amerikai viszonyokat teljes mértékben elpusztítsa, ami, ami szó szerint így is van. És az igazság mindig ott van a sorok közt, csak értelmezni kell tudni. A lényeg pontosan ez, hogy Amerikát Oroszország ellen fordítsák, de nem csak Amerikát, hanem az úgynevezett nyugati világ túlnyomó többségét és nagy részét, ez által fokozva a feszültséget és előkészítve a lakosságot arra, ami következik. Érdekes az, hogy szó szerint erről beszél, hiszen azt mondja, hogy ezek az emberek már hosszú ideje ellenségeket keresnek ott, ahol azok nem léteznek. Ez a hozzáállás egyáltalán nem szolgálja az amerikai biztonságot. Ez pontosan így van, hiszen egyértelműen a napnál világosabb, hogy ilyen mondva csinált indokokkal csak egyszerűen a háborús mozdulatokat készít elő, illetve azt, azt a háborút, ami elkerülhetetlennek látszik. Mindeközben Szíria azzal fenyegetőzik, hogy rakétákat fog Izraelre lőni, amennyiben ennek szükségét érzi. Ennek következményeként ugye az USA és Oroszország megpróbálta, illetve megpróbálja Iránt eltávolítani Szíriába. Az adatok szerint mintegy 800 SzKAD rakétája van szíriának, és ezeket mindenféle figyelmeztetés nélkül Izrael ellen fogja fordítani, amennyiben szükségét érzi. Eközben Irán és az USA között a feszültség tovább nő, és Irán figyelmezteti az amerikaiakat, hogy az összecsapások elkerülhetetlenek, amennyiben az amerikaiak továbbra is folytatják azokat a manővereket, amelyeket az öbölben megkezdtek. A legérdekesebb leg része azonban, ami Észak-Korrával történik, hiszen arról volt szó, hogy még 3-5 évre van szükségük, hogy, hogy nukleáris fegyvereket létrehozzanak, azonban már most arról számolnak be, hogy nukleáris tesztet fog végrehajtani észak a magáról, a, a nukleáris, illetve az atom bombáról, illetve energiáról már volt szó korábban. Én továbbra is úgy gondolom, hogy ez nem más, mint egy. egy újabb hazugság, ugyanúgy ahogyan, náza és az űrkutatás, vagy pedig a holdra szállás. Ha valaki nem látja az iróniát, és azt gondolja, hogy ez a karakter ez, ez irányítja ezt az országot az egész világ ellen, akkor, akkor sok szerencsét, de. De ez nevetséges. Ez az egész nem más, mint egy színjáték és hogy mennyi ember lehet benne ebbe, én nem tudom, de tőlünk akár nyugodtan készülhet ez egy hollywoodi stúdióban. Én nem mondom azt, hogy így van, én azt mondom, hogy majd amikor valakinek bizonyítéka van arra, hogy ez, ezek a képsorok megtörténtek a valóságban, és nem egy színjáték részei, akkor jelentkezzen, de addig én nekem nem mondja senki, hogy ez a bohóc sarokba szorítja az egész világot, és ugyanaz a propaganda módszere, mint ami a náci Németországnak volt, ami a kommunista Oroszországnak volt, vagy Németországnak, vagy ami történik Fehér Oroszországban, ugyanazok a képsorok ismétlődnek azért, mert ugyanazok gyártják őket. Az egész színjátéknak az a célja, hogy az emberiséget félelemben tartsa, és generáljon ellenségeket, úgy, mint Oroszország, úgy, mint Fehér Oroszország, úgy, mint Boko Haram, vagy Bin Laden vagy éppen Kim Jong-un, aki nem más, mint egy színész száz százalék. Természetesen a szakértők megjelennek, és elmagyarázzák, hogy mekkora, mekkora veszélyt jelent északkorra ugye ez a karakter, ez a Heritage Foundation-től van. A lényeg az, hogy minden alapítvány, minden minden nagyobb mozgalom, minden intézmény ugyanazon elit kezébe van, aki a pénzt nyomtatja, mindenki azt mondja, amit ők, akarnak, hogy mondják, és amit ők szeretnének, hogy az emberek tudjanak. Ezek az emberek vagy tudatosan, vagy pedig a program hatására előadják azt, amit ők megtanultak, amit ők tudnak. Így terjed az egész hazugság lefelé, a nép felé, aki elhiszi, hiszen ezek úgy vannak beállítva, mint valamiféle szakértők. és szankció után szankció, teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, hiszen ez az egész színjáték tovább folytatódik, mindaddig, amíg el nem érik a céljukat, az pedig egy újabb világháború, aminek a küszöbén vagyunk. Az, hogy Trump része ennek a színjátéknak, mi sem bizonyítja jobban, hogy ő ugyanúgy beszél az isis ről vagy, North, vagy észak mint hogy azok, azok, reális dolgok lennék, vagy valós dolgok, és nem, nem árulja el azt, hogy ezek tulajdonképpen a, a CIA, az FBI és a nemzetközi kártel által fenntartott mesterséges intézmények, illetve létesítmények azért, hogy fokozzák a feszültséget, illetve káoszt teremtsenek a világon. Akinek bizonyíték kell arra, hogy ez a figura, ez egy mesterséges karakter és is az ISIS szintén, annak soha nem azt kell figyelnie, hogy mi zajlik a színpadon hanem mindig azt, hogy mi az, ami a háttérben történik, és bizonyos dolgoknak mik a következményei. A 10%-os amerikai védelmi költségvetési növekedés, amit Trump rendelt el, az egy ékes bizonyítéka annak, hogy ugyanúgy része ennek, mint ahogy mindenki más. Hiszen ez az a hadsereg, ami a jövőben a, az új világrend alapját fogja képezni, és ami szerte a világon az egész háborút el fogja indítani és részt fog venni benne. Amerikai védelmi költségvetés milliárd dollárban, ez pedig a többi országé. ez 10%-ot még hozzá, ez 2015-ös kép, ha jól emlékszem. A világ védelmi költségvetésének a 36%-át teszi ki az amerikai mindazt az összeget, amit a világon erre költenek, ami ugye 1655 milliárd dollár annak mintegy, több mint egy harmadát az amerikaiak költik. Ez a karakter ugyanolyan színész, mint amilyen ez. És játsz a szerepét ebben a nagy színjátékban, aminek a célja az, hogy az embereket megtévessze, és az orruknál fogva vezesse afelé a cél felé, amit azok, akik uralják és irányítják ezt a rendszert, Kitűztek évtizedek, évszázadokkal ezelőtt. A színfalak mögött egy nagyon-nagyon régi terv az, amit létrehoztak, és gyakorlatilag ez az, amit a szemünk előtt látunk megvalósulni most már a színpadon. Az emberek túlnyomó többsége pedig nem akar, vagy pedig nem tud tudomást venni arról, hogy mi az igazság. Azonban ez nem változtat azon, hogy ami felé haladunk, az egy új világrend, egy világkormány, aminek a létrejötte elkerülhetetlen, és ez az, amire mindenkinek fel kellene ébredni. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!